egy család történetéről fogok beszélni, egy olyan család történetéről, akik tulajdonképpen egy háttérhatalomként működtek a 15-16. Században. Mondhatni, hogy az ő tevékenységük az kimeríti azt a fogalmat, amit ma úgy írunk le, hogy háttérhatalom. Gyakorlatilag mindenütt ott voltak. Vallások, országok történetét változtatták meg, és mindezt a saját üzleti céljaik érdekében. És hát természetesen valami felfoghatatlanul hatalmas vagyont harácsoltak össze. Az egész dolog egy kis sváb faluban, Grabenben indult, ahol egy Hans Fugger nevű fiatalember született, aki 1367-ben úgy döntött, hogy beköltözik Augsburg városában. Takácsmesterséget tanult, ő egy takácsmester volt, és ahogy a városba költözött, jelentkezett, fel is vették a takácsok céhébe, és olyan ügyesen tevékenykedett, hogy egy év múlva feleségül vette a céhmester, a céh vezetőjének a lányát, akit úgy hívtak, hogy Klára Vidolf. Azonban csak két leánygyermeke született az első házasságából. És amikor 1380-ban meghalt a felesége, akkor újra házasodott, és az új házasságából már két fia is született. Nagyon hamar felhagyott a takácsmesterséggel, nagyon hamar felhagyott a textíliák készítésének a tevékenységével, helyette kereskedni kezdett el a céh által előállított textíliákkal. Amikor 1408-ban meghalt, akkor már egy nagyon vagyonos embernek számított, és vagyonos kereskedőnek számított. A második felesége, Elizabeth, ekkor a két fiával, Andreasszal és Jakobbal folytatta tovább az üzletet. A két fiú azonban másként gondolkodott az üzletről, hamarosan különböző irányt vette az ő karrierjük. Andreas egy gyors, látványos karriert futott be, azonban már a 15. század végére csődbe jutott. Nem így Jakob, a másik fiú, aki egészen másként gondolkodott az üzletről. Neki 7 fia született. Két idősebbik, Ulrich és Georg, vezette a céget. Markus nevű fiát elhelyezte a Vatikánba. A pápai kancellárián lett jegyző, és az volt a fő feladata, hogy kapcsolatokat építsen. De a Fuggereknek ez a valószínűtlen hatalmas sikere, ez igazából, és ez az óriási hatalom, amit fel tudtak halmozni, ez igazából a legkisebb fiúval, az ifjabbik Jakobbal kezdődött. Ő először egyházi pályára készült, kolostorban tanult, aztán úgy nézett ki, hogy a bátyjai nyomására, akik azt mondták neki, hogy szüksége van rá az üzletben, mert olyan mértékű lett a cég tevékenysége, elkezdett kereskedelemmel foglalkozni, pontosabban elkezdett tanulni kereskedelmet, mégpedig a lehető legjobb helyen, Velencében. Velencéről tudnunk kell, hogy a 15. század végén a világ egyik legjelentősebb kereskedelmi központja volt. Ott aztán igazán tudták, hogy hogyan kell kereskedni. És nagyon érdekes dolog, hogy Jakob nagyon hamar, nagyon fiatalon igazi szaktekintélyé vált. Volt érzéke az üzlethez. Ulrich, egyik idősebb fiú, egyszer Augsburgban kisegítette az éppen ott tartózkodó harmadik Frigyes német-római császárt és a fiát Miksát, akik állandó pénzavarban küzdöttek, és ez a kapcsolat nagyon jól jött később. És azt kell mondanunk, hogy egyáltalán jó érzékkel ragadták meg a politikai lehetőségeket. És elkezdtek hiteleket nyújtani uralkodóknak. Egyik legjelentősebb hitelezőjük Zsigmond főherceg, a tiroli uralkodó volt, aki a 15. század végén háborúba keveredett a Velencei Köztársasággal, és hát pénzre volt szüksége, állandóan pénzre volt szüksége, és megértő hitelezőre. A Fuggerek hitelt gyűjtöttek neki természetesen, biztosítékot kértek a hitelükre, és biztosítékként 1488-ban megkapták a tiroli ércbányák, ezek jellemzően ezüstbányák, kitermelési jogát. Ez az az időszak, amikor a család, a vállalkozás az európai bányászat, illetve érckereskedelem irányába fordult, és az európai bányászat és érckereskedelem jelentős részét az irányítások alá vonták. Magyarországon is természetesen megjelentek. Velencében ismerkedett meg Jakob Fugger Turzó János gróffal, aki bányavállalkozó volt Magyarországon, és
egy közös vállalkozást hoztak létre, társultak. A Fuggerek adták a tőkét, Turzó János pedig a tapasztalatot, a bányászati tudást, hiszen neki volt egy olyan találmánya, aminek a segítségével a részbányákból a benne levő, jó, nyilván kevés, de benne levő ezüst tartalmat ki lehetett nyerni. A Fuggerek megjelentek Magyarországon is, és egyre komolyabb befolyást szereztek az országban, illetve a magyar politikai életben. Azt lehet mondani, hogy az 1520-as évekre azért komoly gyűlölet alakult ki ellenük az országban. Elég bonyolult ebben az időszakban Magyarország belpolitikai élete. Különböző nemesi érdekcsoportok küzdenek egymással, ezek felbomlanak, újra alakulnak. Megjelennek külföldi szerencselovagok, mint például Szerencsés Imre nevű, egyébként hispániai származású zsidó ember, akit latinosan Fortunatus Imrének hívtak itt Magyarországon, és ilyen pénzügyi vállalkozó, pénzügyi vezető lesz. Szóval az ő köre nem nagyon nézte jó, meg a nemesség egy része, nem nagyon nézte jó szemmel a Fuggerek tevékenységét, úgyhogy elérték az 1525-ös, előbb a Rákosi, majd a 60-i országgyűlésen, hogy a király elvegye, második Lajos királyunk elvegye a bányajogokat a Fugger-Turzó vállalkozástól. Gyakorlatilag államosította ezeket a bányákat. Azzal azonban nem számolt a király, illetve a magyar kormányzat, hogy a Fuggereknek micsoda kapcsolatrendszere van. Egész egyszerűen egy ilyen pénzügyi blokkád alá vették Magyarországot. Mindenki a lekötelezettjük volt, a Habsburgok, Szilézia, Lengyel király. Egész egyszerűen Magyarország nem jutott tőkéhez. Még rosszabb helyzetbe került az ország, mint a Fuggerek. Ők azért adóztak, tehát volt bevétel utánuk. Majd csak 1526-ban szolgáltatják vissza a Fuggereknek a bányáikat, illetve megköszüntetik meg a Fuggerek ezt a bizonyos pénzügyi blokkádot. Egyébként érdekes a magyarországi történetük. Ők szerették a biztos nyugat kereskedést, hogy mivel Magyarországon nagyon ziláltak, lettek hamarosan a belpolitikai állapotok, 1547-ben véglegesen kivonultak az országból. Ez persze azt jelentett, hogy pénz sem érkezett, nem voltak fejlesztések, úgyhogy a magyarországi bányászat jelentősen visszaesett. Ez egy nagyon fontos területe volt a tevékenységüknek. A másik nagyon fontos célpont, amit célba vettek, ez a Vatikán volt. Ahogy már mondtam, a Márkus nevű testvér nagyon jó kapcsolatokat épített ki a Vatikánban, és ezek a kapcsolatok igazán akkor értek be, amikor második Gyulát választották meg pápává, ő 1503-tól 13-ig pontifikált. Jakob el tudta intézni a pápánál, hogy a Fuggerek irányíthatták a pápai pénzverdéket. 1503-tól kezdve, 21 éven keresztül az összes pápai pénzérmét, ez több mint 64 féle, vagy legalább 64 féle pénzérméről beszélünk, ezt mind a Fuggerek bocsátották ki. Cserébe az üzletnek az volt a másik oldala, ugye azt ajánlották fel a pápának, hogy pénzelik, illetve megszervezik a pápa testőrségét, ugye ezt a bizonyos svájci testőrséget. Valóban Svájcban béreltek zsoldosokat, ezt a pápai gárdát 150 lucerni zsoldos alkotta kezdetben, és ők Lucernből Rómáig gyalogosan, díszmenetben vonultak végig egész Itálián, óriási ünnepségek közepette, és 1505. szeptemberében vonultak be Rómába, és azóta a svájci gárda adja a pápa őrségét. A következő pápával, tizedik Leóval, aki 1513-tól 1521-ig volt pápa, szintén nagyon jók voltak a kapcsolatok. Ugye őróla tudni kell, ő az első Medici pápa, az eredeti neve, hogy Giovanni di Lorenzo di Medici. És az ő pápasága, bizonyára emlékszünk, ugye, hogy Bakócz Tamás is, ez az az időszak, amikor aspirált a pápaságra, de hát nem sok eséllyel. Viszont ez az az időszak, az ő pápasága idején jelennek meg a búcsú cédulák. A búcsú cédulák tulajdonképpen egyfajta igazolások. Ugye azt biztosították a megvásárlójuknak, hogy a halála után a befektetett összeg nagyságával arányos bűnbocsánatban lesz része. Ez magyarul azt jelenti, hogy bekerül a purgatóriumba, a tisztított tűzbe, de viszonylag rövid időt kell ott eltöltenie, és egyébként is pénzzel meg ki lehetett váltani a búcsújárásokat, a zarándoklatokat, de még az imákat is. 1515-ben indult be,
és egyébként ez indítja el azt az óriási mértékű építkezést, aminek a végeredménye a mai Szent Péter Bazilika Rómában, hogy irgalmatlan összegeket emésztett föl. Mint minden ilyen nagy volumenű vállalkozásnak, ennek is korruptak voltak az alapjai, hogy úgy mondjam. Úgy kerültek ebbe a dologba bele a Fuggerek, hogy pénzt kölcsönöztek Albert Mainzi érseknek 1514-ben 21 ezer dukátot, mert ezen a pénzen ő megvásárolta a Mainzi érseki széket, ezt a pozíciót. Viszont pénze nem nagyon volt Albert érseknek, úgyhogy nem nagyon tudta visszafizetni a Fuggereknek. Nem tudta volna visszafizetni a Fuggereknek, de eszes ember volt, és kitalálta, hogy hogyan tud pénzhez jutni. Búcsú cédulákkal, ugye. Újabb 10 000 dukátot kérte a Fuggerektől, és ezen a 10 000 dukáton megvásárolta a Vatikántól azt a jogot, hogy ő búcsú cédulákat árusíthasson a Német-Római Birodalom területén. Úgy nézett ki a dolog, hogy a Fuggerek a búcsú cédula árussal, akit egy Johann Tetzel nevű embernek hívtak, mindig a búcsú cédula árussal együtt ment a Fuggereknek az ügynöke, és egy lelakatolt ládába, amin csak egy rés volt fölül, abba dobálták bele az emberek a pénzeket, és amikor a láda megtelt, akkor ki se nyitották, a Fugger ügynök elvitte a ládát, és a Fuggerek irodaházában számolták át, és osztották el, hogy mi megy a tartozásra, mi megy a pápának. Ez az egész vallással, meg a hittel ezen összeegyeztethető dolog, ez mélyen felháborított egy Luther Márton nevű ágoston rendi szerzetest, aki egy hosszú korholó levelet írt Albert érseknek, és az egyébként is 95 pontba összeszedte a kételyeit, összeszedte a gondolatait arról, hogy hogyan kéne egy tiszta egyházat létrehozni, és 1517-ben, október 30-án fogta, és a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte. Ugye ezek lesznek a reformációnak az alapgondolatai. Úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Fuggerek bizony nagyban hozzájárultak a reformáció elindulásához. És ha már a reformáció elindulásához, akkor természetesen a vallásháborúkban is hatalmas szerepük volt, mert ugye mindkét félnek, minden félnek kölcsönöztek pénzt. Amikor Luthert a pápát képviselő bíboros, egy Cajetan nevű bíborosról van szó, elé idézték, akkor nem más hová idézték be, mint konkrétan Augsburgba, a Fuggereknek a házába. Nem csoda, hogy Luther Márton gyakorlatilag minden prédikációjában megemlíti a Fuggereket, és nem túl pozitív színben. Persze végül a birodalom hatóságai különböző törvényeket hoztak, döntéseket hoztak a Fuggerek, meg más ilyen nagyhatalmú vállalkozók, felserek, egyebek ellen, főleg az ellen, hogy ők valamilyen tevékenységben monopolisztikus helyzetbe kerülhessenek. Nem véletlen, hogy amikor Jakob Fugger meghalt, akkor az volt a beceneve, hogy gazdag Jakob. Mivel gyermektelenül halt meg, ezért az egyik unokaöccse, egy Anton nevű fiatalember folytatta az üzletvezetését. A családnak, ahogy említettem, meg a vállalkozásnak is a központja Dél-Németországban, Augsburgban volt. Nagyon-nagyon sikeres vállalkozók voltak. Jakob Fugger is, és aztán az utódja Anton Fugger is. Annyira sikeres vállalkozók voltak, hogy azt mondhatjuk, hogy a 16. század elején az egész német-római birodalom vagyonának körülbelül a 10%-a ennek az egy családnak, ennek az egy vállalkozásnak a kezében összpontosult. És hát ha már hatalmas nagy gazdasági befolyással bírtak, akkor bizony ez azt jelentette, hogy politikai befolyással is társult. Például annyi kölcsönt adtak harmadik Frigyes halála után, hogy a fia Miksa lett a német király, és annyi pénzt tudtak neki kölcsönözni, hogy 1508-ban német-római császár lehetett belőle. És ők voltak azok, akik pénzelték Miksa unokájának, Habsburg Károlynak választását 1519-ben. Meg kell, hogy mondjuk, hogy nem volt olcsó mulatság, mert összeszámolták, hogy megvesztegetésre 852 000 aranyat használtak föl a Habsburgok, és ennek a nagyobbik részét, kb. 544 000 aranyat, ezt bizony a Fuggerek adták kölcsön. Úgy működött ebben az időben Németországban, hogy a császárválasztás, hogy 7 választófejedelem volt, 3
egyházi és 4 világi, különböző érsekek, illetve cseh király, brandenburgi választó. Tehát ők 7 választották meg az uralkodó, a németországi császár személyét, és ők emberek voltak, akiket le lehetett fizetni. Ezért került ilyen sokba a császár választás. Károlynak a legnagyobb ellenfele ebben a választásban a franciák Valois családnak a tagja első Ferenc volt. Mindenképpen felborult volna az európai egyensúly, tehát ha Ferenc nyeri a császárválasztást, akkor egy irgalmatlan erős, hatalmas nagy európai birodalom jön létre, egyesül német-római császárság, illetve Franciaország, de így, hogy Károly nyerte meg, így is felborult az erőegyensúly, mert Károly egyúttal nem csak német-római császár volt, hanem egyúttal az apja után megörökölte az osztrák tartományokat is, Itáliában területeket, nápolyi királyságot, és emellett ő még spanyol király is volt. És mint spanyol király, tudjuk a történelmből, ekkoriban már megindult Amerika gyarmatosítása, tehát a spanyol királyság egy rendkívül sok tőkével rendelkező országnak számított ebben az időben. Az adósságot azonban meg kellett adni, és ezeken az adósságokról folyó tárgyalásokon Jakob elérte, hogy 5. Károly a törlesztéseket ráruházza a spanyol koronára. Ez miért volt jó Fuggereknek, miért volt jó Jakobnak? Hát azért, mert hogy, mint említettem, ő ugye spanyol király is volt, és egyúttal ebben az időben már Mexikót meghódították, már elindultak Közép-Amerika, Dél-Amerika felé, áradt Európába, a spanyol királyságba az arany. És Spanyolországban, illetve a spanyol gyarmatokon bányajogokat, kitermelési jogokat kaptak a Fuggerek. Ők voltak azok, akik a vállalkozásaikban először vezették be az úgynevezett 3-as könyvelést. Egy Matthäus Schwarz nevű embernek a találmánya ez tulajdonképpen. Ő írt egy olyan könyvet a könyvelésről, az a címe, hogy Könyvelési minta, amiből évszázadokon keresztül tanítottak, hogy hogyan kell könyvelni. Tehát az volt az újítás a Schwarznak, hogy nem csak tartozik és követel rovatot vitte be a könyvelésbe, hanem az ellenőrzési, a revizori tevékenységet is bevitte a gyakorlatba, és így gyakorlatilag mindent egybe lehetett látni, sokkal tisztább kép alakult ki a vállalkozás helyzetéről. A Fuggerek felismerték az információszerzés fontosságát. Jakob Fugger egy magáninformáció, magánhír szolgáltató ilyen vállalkozást is kiépített, vagy szolgálatot kiépített. Ugye majdnem minden jelentős európai városban voltak a Fuggereknek képviseleteik. Ezeket a képviseleteket, lerakatokat úgy nevezzük, hogy faktóriák. És ezeken a faktóriákon keresztül nagyon gyorsan érkeztek meg az Augsburgi központba, bárhol, bármilyen fontos információra szertettek, nagyon gyorsan lehetett eljutatni a híreket Augsburgba, a központba. Főleg azután, hogy egy nagyon elmés szerkezettel, ilyen tükrök segítségével még inkább felgyorsult az információ áramlás sebessége. Később kihasználták a nyomtatásnak a lehetőségeit. A legfontosabb híreket publikálták. Hát, és azt lehet mondani, hogy ezzel tulajdonképpen a modern újságírásnak az elindítói voltak ők. Ők voltak azok, akik felismerték, hogy az üzleti életben az információ a legfontosabb dolog a világon. Nagyon sokszor előfordult az, hogy ők már rég lecsaptak a lehetőségre, amikor a versenytársak még csak nem is hallottak a dologról. A nevükből származik a magyar fukarszó, elég jellemző módon. Egyébként, ha jól emlékszem, a lengyelben is megvan ez a szó, ugyanezzel a jelentéssel. Gazdag Jakob 1525-ben meghalt, és ekkor vette át Antona, az unokaöccse a cég, a családi ügyek irányítását. Az ekkor készített leltár szerint a családnak több mint 2 millió aranyat tett ki a vagyona. Ez olyan mérhetetlenül sok pénz volt, hogy hát nem is tudok a modern világban példát. Elég, ha csak annyit mondok, hogy a korabeli magyar királyságnak az éves királyságban az éves, a kormányzat éves bevétele olyan 200-300 ezer arany körül mozgott egy egész királyságban.
Ugye a Fugger egyik alapbölcselete az volt, latinul valahogy úgy hangzik, hogy pecunia nervus bellorum, vagyis hogy a pénz a háború mozgatórugója. Úgyhogy aki háborúzott, mindenki, aki hozzájuk fordult, ők kölcsönöztek, nem voltak erkölcsi fenntartásaik. De nem csak a háborúkat pénzelték, gyakorlatilag minden új lehetőségre lecsaptak. A spanyol gyarmatokon, Perúban, Chilében ezüstöt bányáztak, higanyt bányáztak. Ők lesznek azok, akik komoly pénzeket fektetnek be például a svédországi, norvégiai vasércbányászatba. De hát beszálltak még a Afrikából, Amerikába irányuló rabszolgakereskedelemben, hatalmas pénzeket kerestek. De ugyanúgy benne voltak annak a kornak a nagy bizniszébe, a fűszerkereskedelemben. Óriási pénzeket kerestek rajta. És megint Magyarországon pedig az irányításuk alá került. A 16. század elején indult meg a lábasjószág, a szarvasmarha nagyarányú kivitele Magyarországról Nyugat-Európába, hát természetesen ebben is benne voltak. 1542-ben azonban kénytelenek voltak odahagyni a spanyol ezüstbányákat, államcsőd, számtalan egyéb probléma miatt, úgyhogy az egész céget át kellett szervezni. Egyébként is eléggé megváltoztak a viszonyok Európában. Olyan nagy mennyiségben áramlott be Amerikából az arany, az ezüst, hogy Európában mindennek rendkívül módon fölment az ára. Úgy mondjuk ezt, hogy árforradalom alakult ki Európában, de volt is hozzá arany. Az arany beérkezett Spanyolországba, de hát Spanyolországnak gyakorlatilag nem volt ipara. A spanyol urak, a spanyol grandok, meg a spanyol állam egyszerűen kereskedők keresztül egyszerűen kifizette ezeket az óriási pénzeket, mert Spanyolország 5. Károly mindenkivel háborúzott, kellett a pénz. Úgyhogy Spanyolországon keresztül hiába áramlott be Európába hatalmas mennyiségű arany, az ország maga tulajdonképpen szegény ország maradt. Azonban, ahogy mondom, mindennek megnőtt az ára, ez megnyilvánul az 1540-es években készített összegzéseken is, felmérték, hogy a cégnek mekkora a vagyona, és 1542-ben, 43-ban több mint 5 millió arany volt már a cég vagyona. Mondom, ebben benne van az is, hogy az árak közben azért fölmentek. De nominálisan a cég történetének ez a legnagyobb érték, amivel rendelkeztek, ez az 5 millió, valamivel több mint 5 millió arany. Nagyon érdekes, hogy viszont ettől az időszaktól kezdve a család üzleti tevékenységének az intenzitása csökkenni kezdett. A vagyont elkezdték menteni. Ugye a középkorban a legtartósabb, vagy az egyetlen igazán fontos érték a föld volt, úgyhogy ők is földeket kezdtek el vásárolni. 1560-ban, amikor Anton Fugger meghalt, akkor már ugyan nem volt mínuszban a család, de már sokkal-sokkal rosszabb volt a mérleg. Sok mindent vásároltak. Rendkívül sok háború Európában, sorozatos államcsődök eléggé beszűkítették a lehetőségeiket. És ahogy szűkültek ezek a lehetőségek, végül is kb. Egy évszázad múlva, 1658-ban a Fuggerek teljes mértékben beszüntették a kereskedelmi tevékenységüket, onnantól kezdve csak a saját földbirtokaikból éltek. A család természetesen sok vagy több ágra szakadt. A napjainkban három ág létezik, egy grófi és két hercegi ág. Bizonyos körökben ez jellemző itt a Magyarországon fel szokott merülni, hogy a Fuggerek állítólagosan zsidó származású család lettek volna, mert hogy minden sikeres vállalkozó az ugye zsidó származású, hát ezt kategorikusan vissza kell utasítanom, ez teljesen alaptalan. A Fuggerek egy echte sváb család volt, de nagyon imádták a pénzt. És azt is el kell mondanom, hogy igazi újítók voltak. Igazi újítók, tehát minden új dologra fogékonyak, és valami eszméletlenül nagyon meg tudták szervezni, nagyon hatékonnyá tudták tenni az üzleti tevékenységüket. Persze ehhez az is kellett, hogy Jakob Fugger is, meg Anton Fugger is egy üzleti zseni volt. Képzeljük el, hogy a Fürst Fugger Bankot 500 évvel ezelőtt alapították, és 500 éve, hát nyilván kisebb változtatásokkal, de 500 éve soha nem volt bezárva, 500 éve működő bankról beszélünk, ez egy magánbank.
Jakob egyébként is érdekes figura, mert talán a rossz lelki ismerete miatt 1514-ben egy nagyon furcsa dolgot csinált. Augsburgban megalapította a világ első ilyen szociális lakótelepét, aminek az a neve, hogy Fuggeráj. Azóta, tehát 1514 óta ez a szociális lakótelep az eredeti szándék szerint működik. Kis házak, kis lakások a rászorulók számára. Nagyon olcsó, akkor az alap okiratban meghatározták, hogy egy rajnai forint a havi lakbére. Átszámolták, azt mondják, hogy ma ez 1-2 euró. Ha valaki be akar kerülni ebbe és ott akar lakást bérelni, akkor naponta 3 imát el kell mondania, ez az alap dokumentumban benne van, 3 imát el kell mondania az alapító lelki üdvéért, katolikus származásúnak kell lenni, és rászoruló augsburgi származású embernek kell lenni, aki igénybe akarja, vagy igénybe tudja venni. Még egy dologról kell beszélnem, az, hogy a Fuggereknek nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolata a Habsburgokkal, nagyon-nagyon sok pénzt kerestek a Habsburgokon keresztül. De azért nekik is meg kellett azt tanulniuk, hogy a hála az nem üzleti és főleg nem politikai kategória, mint azt tudjuk. Amikor a Habsburgok hatalma megszilárdult, akkor teljesen megfeledkeztek a Fuggerekről, teljesen megfeledkeztek a tartozásokról. Nagyon érdekes, hogy a Fugger örökösök egyszer nekiültek és kiszámolták, hogy mennyi pénzt nem adtak meg nekik a Habsburgok, mennyi pénzzel tartoznak. És mai pénzre átszámolva úgy néz ki, hogy körülbelül olyan 120 milliárd euróról feledkeztek meg a Habsburgok. Úgyhogy senkinek sem fenékig tej fel az élete. Köszönöm a figyelmet!